A Horváth Judit Nyugati Liga női amatőr bajnokságban idén 6 csapat. A Komló, a Nagy Kanizsa, a Kozár Misleny, a Szekszárd és két pécsi gárda, a PVSK és a Medikus Ese játszik körmérkőzéseket. Majd a három legjobb együttes számára rendezik meg a playoffot. Az ömében egykori PVSK-s játékosokból, edzőkből, munkatársakból alakult csapat nagy reményekkel vágott neki a bajnokságnak. A PVSK ötje csapata a kanizsai vadmacskákat győzte le idegenben, 62-56-ra, hétfőn pedig a szomszédvár Komló együttesét fogadta. Iványi Dalma, aki a legendás irányító Horváth Judit utódja volt az NB1-ben, 2 év győri kitérő után tért vissza Pécsre. Én azt gondolom, hogy 10 jó mérkőzést tudunk játszani, különböző stílusú ellenfelekkel, ugye a fiatalabb csapatok majd valószínű lelkesek lesznek, sokat futnak, de mi tényleg mi magunkkal foglalkozunk, és minden meccset élvezni fogunk. Bozóki Bettina idén csatlakozott a csapathoz. Én tavaly Zalaegerszegen voltam, a férjem itt játszik most a PVSK-ban, akkor Zalaegerszeg kerámiában játszott, és akkor én kicsit passziváltam azt az évet, előtte játszottam még Cegléden átcsoportban. Pécsi Dorottya már rutinos játékosa a PVSK ötye gárdájának. A mai meccsen is pont azt fogjuk látni, hogy 11 mondhatjuk, hogy korosztályos ötje van itt. Végre nem kellett föltölteni magunkat U18-as játékosokkal, hanem valóban csak az öreg tyúkok vesznek részt a mai mérkőzésen, és ez nekünk nagyon sokat jelent, mert mi örömkosárlabdát játszunk, és mi azért jöttünk, mert szeretünk játszani, és reméljük, hogy ezt meg is tudjuk mutatni majd. A PVSK-sok jó játékkal fölényes 89-59 arányú győzelmet arattak a Komló Sport KK együttese felett.